érkeztünk Kalifornia államban az utolsó etapunkhoz, Sacramento-ba, de Capitolium Múzeum mellett vagyunk. Gyönyörű szép park található. Érdekesség, hogy ugye január van, de olyan jó itt az idő, hogy narancsfa is van a parkban. Van itt narancsfa, datolyapálma, különböző fenyőfélék, nagyon szép, és nagyon kellemes illat is van itt. Megtalálható a Kaliforniai Állami Vasúti Múzeum, ez is nagyon érdekes, több mint 100.000 négyzetméteres területen fekszik, és különböző gőzmozdonyok, illetve vasúti kocsik vannak itt kiállítva. Ami még érdekes lehet itt a városban, az a Crocker Művészeti Múzeum. Ez is 1860-as évekhez kapcsolódik. Lenyűgöző kaliforniai gyűjteménye van ennek a múzeumnak. Kortárs és fotográfiai alkotásokat lehet itt megtekinteni. Illetve van még a régi Sacramento is, az óváros rész, amit igencsak érdemes megtekinteni. Hát akkor ennyi a városról, elbúcsúzunk Kaliforniától, és a következő részben pedig már egy másik államból fogunk jelentkezni. This might come out as total madness, but just wait, I really need to tell you something. Cause I feel alone in a room surrounded by people I wanna know. Sziasztok! Most már Nevadából jelentkezünk. A Kaliforniai állam és Nevada állam sarkából, a Tahoe-tótól. Ez a tó körülbelül 2 millió éves, és olyan 500 méter mély, körülbelül 29 kilométer hosszú. Nagyon szeretnek ide járni a Kaliforniai és a Nevada állambeliek is. Télen lehet csúszkálni, síelni, nyáron pedig túrázni, biciklizni, és felfedezni a környéket. Ezek a részek annyiban lesznek mások, hogy eddig ugye maximum pulóverben voltunk, most pedig olyan 0 fok körül van, fehér minden. De ebben a részben Nevadának nem csak az északi részét, hanem a déli részét is meg fogjuk nézni. Las Vegasba is fogunk menni, és be fogjuk azt is mutatni. Tehát fogunk egy erős kontrasztot látni, hogy ott körülbelül napközben olyan 15-20 fok is lehet. With you, it all seems so distant. Szóval ma azt fogjuk nektek bemutatni, hogy miért érdemes több napra ide eljönni a Tahoe-tóhoz. Körbe fogjuk járni, és meg fogjuk mutatni, hogy milyen szép kis települések, illetve természeti képződmények találhatók itt a több mint 2 millió éves tó környékén. Fogod egy kicsit? Persze. Itt ez és ehhez hasonló kiírások figyelmeztetnek arra, hogy a Maci államban vagyunk, és ezekből a tárolókba lehet nappal és éjszaka biztonságban berakni az ételt, illetve az italt a macik elől. Megálltunk egy kicsit pihenni. Körülbelül 2000 méter magasan vagyunk az Eagle Point kilátónál. És meg akartuk nektek is mutatni, hogy milyen szép a kilátás. Szóval
megérkeztünk Tahoe City városába, a kis amerikai városba, itt véget is ér a tó körüli utunk. Érdemes, hogyha télen jöttök, mint például mi, és szerettek síelni vagy szánkozni, innen elindulni. Van csomó síüzlet, ahonnan lejtszet is lehet bérelni. Illetve tele van kis éttermekkel, illetve mindenféle kis bárral. Nagyon hangulatos, tipikus kis amerikai kisváros. Zárásaként bejöttünk Renóba a Tahoe-tól után. Hát azt hittük, hogy annél sokkal több minden lesz itt, mint egy pár kaszinó beszívott ember és behugyozott ember. Nagyon bizarr emberek vannak itt ebben a legnagyobb kis városban. Valaki lopott kabátban, árcédulával flangál az utcán, valaki rövid nadrágba beszívva, úgyhogy hát ez nagyon gáz. Úgyhogy akkor el is köszönünk innen a legnagyobb kis városból, és akkor holnap.